biztos vagyok benne, hogy a fiatalok emlékezni fognak, hogy mely cégekkel találkoztak. Ezzel a mondattal nyitotta meg Cserpalkovics András a Képes Közösségi Értékmentő Program pályaorientációs napját. A program 10 éve indult el, ez idő alatt több iskolai udvart, tornatermet, játszóteret valósítottak meg, illetve 9 okostermet is létrehoztak a város iskoláiban a székesfehérvári vállalatok, az önkormányzattal és a székesfehérvári tankerülettel összefogva. Amikor az egyébként a munkán, az adófizetési kötelezettségen túl mondjuk adózott jövedelem terhére, akár egy magánszemély, akár egy vállalat, egy vállalkozás úgy dönt, hogy valamilyen számára is fontos társadalmi célt egy városi közösség, intézményt támogat, és ebben még különösen nagy jelentősége van egy olyan programnak, ami az összefogást is megmutatja, tehát nem egyenként nyújtanak a cégek támogatást, hanem összefognak. A megnyitó után a vállalatok dolgozói az iskola tantermeiben mutatták be késztermékeiket és a munkájukat segítő eszközöket a kisdiákok számára. Itt például a Denso dolgozói mutattak be egy robotot a gyerekeknek. A bemutatón Szincsák Attila, a Denso alelnöke is részt vett, aki remek lehetőségnek tartja a programot, hiszen ezzel hozzájárulhatnak a gyerekek fejlődéséhez. Nagyon jó lehetőségnek tartom, de nem csak a Denso szempontjából, hanem igazából az összes cég, aki támogatja ezt a programot, hiszen ezáltal egy picit hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a gyermekeinket, a mostani generációt egy kicsit jobb körülmények között, jobb modern megoldások között tudják az iskolák fejleszteni, nevelni, oktatni gyermekeinket, hiszen mai napig is vallom azt, hogy a jövőnk záloga a jelen generációban rejlik. Földi Zoltán, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a cégek számára, hogy már ilyen fiatal korban megismertetik a 21. század innovációit. Nagy tisztelettel állok a cégek előtt, hogy ebben az intézményemet is segítik. Azon kívül pedig az, hogy most egy pályaorientációs nap keretében megjelennek és eljönnek, ez nagyon fontos szintén, mert a tanuló ifjúságnak felhívják arra a figyelmét, hogy milyen továbbtanulási lehetőségeik vannak, mennyire innovatív, mennyire újszerű a világ. Az élményben gazdag pályaorientációs nap hatalmas sikert aratott a gyerekek körében, és a vállalatok a jövőben is szeretnék a város többi iskolájában megismertetni tevékenységüket.